Magyar hangok. Szilágyi Csenge, Horváth Illés, Bence Ilona, Szacsvai László, Bozsó Péter, Bogdányi Titanilla, Besenci Árpád, Trokán Nóra, Szatori Dávid, Igó Éva, Farkasházi Réka, Tóth Enikő, Földes Eszter, Mészáros Béla, Tornyi Ildikó, Makrai Gábor, Barcs Kata, Csifó Dorina, Beregi Péter, Ruboldödön, Tasnádi Bence, Rosta Sándor, Tímár Éva. Magyar szöveg Seres Bernadett és Szatmári Bence. Hangmérnök Hegede Béla. Vágó Győrösi Gabriella. Gyártásvezető Derzsi Kovács Éva. Szinkronrendező Hornyák Mihály. A szinkront a TV2 csoport megbízásából a Masterfilm Digital készítette. Piszkos pénz, tiszta szerelem. Tájár, kijutott a kórházból, de segítség kell. Ez így nem jó, Hüsszein. Már nem akarsz meglépni innen? De igen, csak mindkettőnknek ez így nehéz lesz. Szabad akarsz lenni, vagy sem? Szabad. Akkor figyelj ide. Valahogy nagyobb sebb kell, úgyhogy segítened kell. Kórházba kell kerülnöm. Nem már! Ez baromság! Ali! Hozd ide a ceruzát! Gyerünk! Siess! Szúrd bele! Szúrjon bele! Elment az eszed! Ali! Tedd, amit mondtam, nincs más választásuk! Gyerünk! Nem csinálom tovább. Ez nem elég. Még jobban. Hüsszein! Gyerünk! Társam, mi a terved? Az ügyész már behívta Aslit vallomást tenni. Nincs Aslival az ügyvédje? Vele van, de provokálhatja. Hol késik már Levent? Biztos, hogy ezt akarod, Elif? Én nem vagyok benne biztos. Igen. Nem vagy jól. Ha kiszabadul, jobban leszek. Itt is van. Remélem, hogy nem csinált róla egyetlen másolatot sem. Ha kiderül, hogy van másolat, számon kérhet. Helyes. Kezdjük megismerni egymást. Igen, igen. Mostanában maga az egyetlen, akinek örülök, hogy jobban megismerhetem. Uraim, ezennel kezdődjön az előadás. Vár minket a színpad. Ügyvéd úr, minden jelentést és eredményt mutasson be az ügyésznek Asli Denizer állapotáról. Így lesz, uram. Helyes. Nem tűnik túl vendégszeretőnek nyomozó. Meg sem kérdezi, hogy kérünk-e valamit enni vagy inni.
A szeméből tisztán látszik, hogy nem repes az örömtől, amiért már tartozik nekem. Kellemetlen helyzet, ami engem megmosolyogtat. A mosolygás semmibe sem került ajár. Meglátja. Hamarosan eljön az én időm. Tessék. Még nincs itt a kapitány. Holnap jöjjön vissza is. Érdekel. Nem tudok mit mondani. Szervusz, drága kismenyem. Hogy vagy? Már nagyon hiányoztál. Úgy látom, a mai fiatalok azt sem tudják, hogy mi az a tisztelet. Először Hüszein Demir, most Tayár Dündár. A sors gúnyolódik velem. Most ne gondolj erre, Elif. Most csak az számít, hogy Aslit kiengedjék. Bejöhet. Jó napot, uram. Üdvözlöm, Tayár Dündár vagyok. Mindenképpen beszélnünk kell Zelin Denizerrel kapcsolatban. Jöjjön. Köszönöm szépen. Elif, nem lesz baj, ugye? Tayár vallomása megmenti Aslit. Remélem. Nem kell aggódni. Kiengedik Aslit. Elif. Szabadon távozhat. Nővérem. Elif. Elif. Megmentettél, Elif. Nem tudom, hogy sikerült, de megmentettél. Nővérem, nagyon ránk ijesztettél. Remélem, most már méltó tagja vagyok a Denizel családnak. Gratulálok, Asli. Köszönöm, Levent. Na jó, elég volt ebből, menjünk haza. Indulás. Menjünk. Figyelj, a nénikénk semmiről sem tud, úgyhogy ne mondd el neki, jó? Egy szóval sem, nem vágom maga balattafát. Nagyon köszönöm. Nélküled biztos nem sikerült volna. Helyesen döntöttünk. Már annyi rossz történt velünk, hogy nem lenne igazságos, ha Asli is börtönbe kerülne. Igen. Most mennem kell. Kikísérlek. Pihenj egy kicsit. Nehéz napod volt. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Szörnyű, azt hittem meghalok abban a cellában. De szerencsére, itt vagy velünk. Jó éjszakát.
Jól tönkretette a pillanatot. Ne várost meg. Nem adtam rá jogot, hogy féltékeny légy. Ezt nem adják, hanem megszerzik, szinyoréna. Majd emlékeztes rá engem is. Ömer! Ömer! Mi az? Mi jár a fejedben? Igazából még sosem láttam, hogy Elif ilyen könnyen felad valamit. Odaadta a listát ellenkezés nélkül. Az elején dühös volt, de aztán belement. A testvére szabadsága volt a tét, ez normális. Akkor is különösen viselkedett. Kicsit összezavart. Ugyan már, haver. Az egyik oldalon a diákok, a másikon a testvére. Szerinted melyik a fontosabb? Arda, kérnék tőled egy szívességet. Hüseinről van szó, és Aliról. Beszélj a főnökkel, hogy ha lehet, sokkal jobban őrizzék őket. Tajárnál van az a pendrive. Úgyhogy nincs szüksége rájuk. Rendben, haver, ne aggódj. Elintézem. Ezt láttak? A lista rendben van? Nem már. Mikor felhívtál telefonon, volt egy kis gond, de megoldottuk Mertel. Örülök neki. Van Mertnek egy barátja, aki feltörte a jelszót és lemásolta. Akkor már nincs előttünk akadály. Így van. Szabad az út. Eláruljátok, hogy mire szabad az út? Ahhoz, hogy végre boldogok legyünk. Ez az egyetlen feladatunk. Csak ugyan? Én szívesen segítek benne, Levent. Jól van. Akkor mi lenne, Levent, ha keresnél valami jó zenét? Kezdjünk el egy kicsit boldogok lenni. Már is. Sikerült feltörnetek? Ipek dolgozik rajta, de nincs sok remény. Nem már, megsérült, amikor átmásoltátok. Halvány gőzöm sincs. Sosem hittem volna, hogy Emre egyszer még hiányozni fog. Már rég megoldotta volna. Nem is írt. Mi lehet vele? Srácok, azért én sem vagyok olyan rossz. Van benne tapasztalatom. Emre nem csak jó volt, hanem csodálatos. Mindjárt kész. Mondjátok csak, valahogy így néz ki a lista, amit keresünk. Szép munka. Hadd lássam. Bravo, Süti. Hadd adjak egy puszit. Hihetetlen. Nem is tudom, hogy már hány napja dolgozunk ezen. Ügyes vagy. Itt van a teljes lista. Mi van veled, Arda? Nem örülsz neki? Itt van az összes név. Remélem, Tajár nem jön rá, hogy feltörtük. Most ne gondolj erre, haver. Holnap vár rá egy nagy meglepetés. Ugye a bíró már tud róla? Mármint mindent elintéztél? Tud róla. És Fáti is belement? Mi oka lett volna nemet mondani? Fáti gyűlöli az apját. És van egy terve, amit még nem vitt véghez. Vagyis két oldalról támadjuk meg Tajárt. Úgy, ahogy mondod. Remek. Szuper. Mondd csak,
Mégis honnan tudjuk meg, hogy készítettek-e másolatot a listáról? Vagy hogy a rendőrség embereinek sikerült-e feltörnie a jelszavamat? Ha akarja, odaadom az informatikusoknak. Jó. Mutasd meg nekik. Majd számolj be minden fejleményről. Ömer és Elif még biztos, hogy nem tettek le arról, hogy elkapjanak. Akkor miért segített nekik, uram? Ezt nem értem. Miért hozta ki a fogdából Asli Denizert? Ha maga nincs, akkor az a nő legalább 20 évet kap. A Denizer lányok hamarosan szenvedni fognak, mondtáz. És úgy van szükségem Asli Denizerre, hogy szabad lábon van. Minden részletre gondolni kell, nincs igaza? Történt egy kis változás a tervében, Tajár úr. Utána néztem annak, amit kért, és mindent előkészítettem. Ajánlom, hogy mindig jó hírekkel szolgálj, Mumtaz. De csak azért, hogy lásd az unokáidat. Sosem szabad pazarolni a golyót, he? Kérlek, számolj be a részletekről. Először is elraboljuk Hüsszeit. Igen, és aztán? Nem lesz könnyű dolgunk, de miután ez sikerül, elviszik Hüsszein Demir urat egy helyre. Majd következik a második lépés. Jó. Remek. Hihetetlen, hogy ez volt a baj az autóval. Még most sem tudom elhinni. Igen, és ahogy Kenan befestette a hajat. Jaj, de cuki vagy. Szervusztok. Elárulna végre valaki, hogy mi az ördög történt? Neked is szia, nagynénik nagynénie. Nem hiszek neked. Szóval? Nos, a mai nap jobb volt, mint a tegnapi. Ennyi. Ha te mondod, lányom, akkor nyilván elhiszem, he? Anya! Jen? Hol voltál egész nap? Ezerszer hívtalak. Próbáltam sokkal jobb anyukád lenni, érted? Nekem az is elég, ha mellettem vagy. Jól van, elég. Mit szólnádok hozzá, ha megnéznénk együtt egy filmet, oké? Nyomás! Gyerünk! Mindent nagyon köszönök. Szívesen, Elif. Még beszélnem kell a cégről Nedret asszonnyal, mert szeretném vele közölni a fejleményeket. Utána megyek is. Jó. Szia. Szia. Gyere már, Elif! Megyek! Hallja, mi folyik itt? Nekem itt valami bűzlik. Történt valami? Azonnal kell az a DNS teszt. Holnap reggelre legyen nálunk. Fiam, még várnunk kéne egy kicsit, hogy igazinak tűnjön. Elifnek tudtommal 6-8 hetet mondtak. Igen, de nekem nincs olyan sok időm. Addigra kibékül Ömerrel. Azt pedig nem akarom megvárni. Ah, ugyan már. Ne is gondolj ilyen butaságra. Nézze, asszonyom, napról napra egyre nagyobb közöttünk a szakadék. Ma láttam, hogy milyen szerelmes szemekkel néznek egymásra. Kérem. Jó reggelt. Jó reggelt. Nili hol van? Annyira rukkapáltál az éjszaka, hogy lement a saját szobájába. Látom, ma te sem maradsz itthon. Nagyon sok dolgom van, Asli. Én úgy döntöttem, hogy egész nap ágyban maradok. Képzeld, azt álmodtam, hogy 20 év börtönt kaptam, és egy rossz arcú nő, akinek csúnya bajsza volt, durván ráncigált a hajamat. Ne viccelj.
Szerintem inkább te verted meg őt. Szedd a lábad, vagy téged is megverlek. Nem merészed, már itt sem vagyok. Szedd a lábad! Elkészült? Igen. Köszönöm, hogy ilyen gyorsan elintézte a dolgot. Jó reggelt. Jó reggelt. Mi az? Megjött a teszt eredménye. Milyen tesztről beszéltek, gyerekek? Azzal a kisfiúval kapcsolatban? Később elmagyarázom, néném. Nem nézed meg, Elif? Korán hívtál, Ömer. Mi történt? Remélem, nem Asli ügyével kapcsolatos. Szállj be! Csak mondd el, és beszállok. Biztos valami baj van, ha nem Elifet hívtad. Nélüfer, el fogunk késni. Elszalasztod. Mit? Fátit. Felragyogsz, ha meghallod a nevét. De miért nem rögtön ezzel kezdted? Meglátogathatom? Majd meglátod. Csak hogy tudd, tartozol nekem. Elif, ez... Bíztam benne, hogy nem ő az apja. Úgy sajnálom, Elif. Azt hittem, hogy a gyerek csak egy elterelő hadművelet. Mikor Fáti azt mondta, hogy a gyerek nem Ömeré, elhittem. Milyen buta vagyok. Bárcsak azt mondhatnám, hogy valószínűleg hibáztak, de ez egy megbízható cég. Kizárt, hogy tévedjenek. De Elif, ha akarod, ismételjük meg a tesztet. Nem erre számítottam. Mármint egy hang mindig azt mondta, hogy nem ő az apja. Én meg hittem ennek a hangnak. De
Ömer és köztem volt még egy titok. Egy újabb akadály. Bár csak tehetnék valamit, Elif. Amúgy ez egy jó hír, nem? Mármint legalább Jagiznak van egy apja. Szerhát meghalt, de nem maradt apa nélkül. Ez jó hír. Igen. Igen. Ez jó hír. Ezt nem szabad sajnálni. Hiszen jó élete lesz a kis Jagiznak. Ömert fogja apjának hívni. Nem pedig egy pszichopatát. Ez nagyszerű. Mindig tudtam, hogy aranyból van a szíved. Tiszta lelkű ember vagy. Hüszein, mi van a sebben? Még mindig vérzik. Rettentően fáj. Könyörgök, gyorsan hívj egy orvost. Őrség! Őrség! Mi az? Félő, hogy Hüszein el fog vérezni. Tegnap óta nem nézték meg, kórházba kell vinni. Nyugalom, haver! Én teát kérek, te mit szeretnél inni? Elárulnád végre, hogy mit keresünk itt? Két teát. Most nem találkozunk Fátival? Fáti idejön. Hogyhogy? Kiengedték? Még egy hónap sem telt el azóta, hogy lecsukták. Az apja nem jelentette fel. Ez sokat számított. A bíróságon van? Igen. Már akkor ne vesztegessük az időt, mellette van a helyen. Jaj, nyugodj már meg, minden Denizer ilyen türelmetlen. Kérlek, légy jó kisfiú. Remélem, hogy tetszeni fog az új dada. Vele maradsz, amíg dolgozom. Ne menj be dolgozni. Inkább maradj itthon. Ezt már többször megbeszéltük, fiam. Anya elmegy dolgozni. Már is jövök. Elif? Szia, Ipek. Mondd, beszélhetek veled? Persze. Mindjárt jövök, kisfiam, rendben? Beszélek Eliffel. Valami baj van? Nem hazudtál nekem. Jagisz tényleg Ömer fia. Remélem, hogy boldogok lesztek. Sajnálom, hogy olyan szörnyen viselkedtem veled. Bocsánat. Ne haragudj. Nem számít. A következő a tervünk. Fáti továbbra is az apjánál fog élni. Van tájárnál valami, ami bizonyíthatja a bűnösségét.
Szerintem már megszabadult tőle. Akkor miért akarod, hogy oda menjen? Várj, szépségem, figyelj! Megpróbálod elnyerni apád bizalmát. Ahogy egykoron megint te leszel a jobb keze. Tájár beavatja őt a terveibe. Fáti leadja nekünk a drótot, mi pedig elkapjuk Tájárt, igaz, Fáti? Ez egy oltári nagy baromság, Ömer. Hisz Tájár nem fog újra megbízni Fátiban. Édesem, nem vagyok már gyerek, elintézem, nyugodj meg. Tájár meg akart ölni engem, aztán meglőtted. Bosszút fog állni, Fáti, ezt nem engedem meg. Bízd csak rám a dolgot. Elintézem, hogy börtönbe kerüljön. Nézd, azt mondtad, hogy meg akarod ismerni az igazi Fátit, nem? Ez az utolsó esélyünk, hogy végleg eltemessük Metint. Még nincs hatalma Metin felett. Nem engedem, hogy egy ilyen emberrel élj együtt. Metin akkor hal meg, ha megszabadult Tájártól. Bíz bennem. Rendben. Viszont ahhoz, hogy Tájár újra megbízzon benned, azt kell mondanod, hogy szakítottatok. Most találkoztatok utoljára. Amíg nem kapjuk el Tájár, telefonon sem beszélhettek. Ömer, nem kérek többet, csak egy órát, rendben? Rendben. De csak egy óra. Félek, hogy valami bajod esik. Inkább fogd fel úgy, hogy Tájár Dündár soha többé nem avatkozhat bele a jövőnkbe és az életünkbe. Gyerekeink lesznek, egy család leszünk, nem ezt akarod? Nilüfer, van itt a közelben egy szép szálloda. Mit gondolsz? Elnézést, fizetni szeretnék. Igen, Elif? Szia, Ömer. Találkozhatunk? Gond terhelt a hangod. Majd megbeszéljük. Rendben. Találkozzunk a házban. Szedelőzködj. Kórházba kell vinni. Az orvos rendelte így. Nem sokára érte jövök. Világos. Téged mikor juttat ki? Engem majd csak később. Hogy érted, hogy később? Ha valami rosszul sül el, esküszöm, hogy rögtön végzek vele. Odaadom a pendrive-ot Ömernek. Csak óvatosan. Ugye te is velem jössz Dániába? Nem, én Németországba megyek. Ezt beszéltük meg. Ott élnek a feleségem rokonai. Segítenek nekünk. Úgyhogy sajnos most találkozunk utoljára. Komolyan? Sok mindenen átmentünk. Sokszor felbosszantottál, de te jó ember vagy. Bocsáss meg mindenért. Megbocsátok, haver. Ha bármivel megbántottalak, te is bocsáss meg. Megbocsátok.
Hüsszein Demir, gyere, mennünk kell! Hüsszein! Kérlek, vigyázz magadra. Ne felejtsd el, hogy senkiben sem bízhatsz, csak magadban. Teljesen egyedül vagy. Légy óvatos. Mozgás! Meghalok érted, szerelmem. Ugye tudod, hogy számomra csak te létezel? Belehalok, ha valami bajod esik. Mi a baj, Elif? Beszélnünk kell valamiről. Gyere be, főztem egy teát. Sokat gondolkodtam. És döntenünk kellene. Hogy érted azt, hogy döntenünk? Szóval nem szeretném, hogy ez a ház itt álljon üresen. Legyen a tiéd, vagy az enyém. Vagy azé, akinek szüksége van rá. Például Ipeké. Hisz már régóta Árdánán lakik. Ez nem jó a gyereknek. Ez viszont egy szép és tágas ház. Jöjjenek csak ide. Elif, ez kizárt. Nem akarom, hogy bárki elvegye az álmainkat. Senki sem élhet itt, csak mi. Rendben. Akkor, ha nem gond neked, átíratom a nevemre. És ide költözöm. Úgy is bezártam a műtermet. Majd innen dolgozom. Megkaphatom a kulcsodat?
A gyűrű az ujjadon. Ha nincs más, akkor megyek is. Jó legyél. Jó legyél. Elif. Hogy jutott az eszedbe? Csak úgy gondolom, hogy ideje szembenéznünk a valósággal. Tekintsünk a jövőbe. Igaz. A jövődet kell nézned. Mindkettőnknek, Ömer.